csárdába szól a csengő rajta. Na kis kutyám, elpihent a nyár, aludjunk mi is, jó szakát! Thank you.
Ezzel meg mi történt, mi? Csak nem. Hát ez megdöglött. Azt a jebúzeuság! Mit tettél te, mi haszna te? A lúdbért adott én neked, lúdbértek pusztulj, a szemem előtt ez igaz, te akasztó pára vagyunk. Hány bárányom maradt? Legalább ezt a keveset hazahajtom. Ne, Virka, haza, ne, 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 egy, kettő, három, én ne, haza, Virka, ne, haza, ne, ne, haza, Virka, ne. Elcsapott juhászbojtár vagy, ugye? Aki csúfá tett a lúdvérc. Van még egy kis víz a kulacsomban. Így áll, öreg apám. De honnan tudod, hogy engem elkergetett a gazdám? Tudom, amit tudok.
De amiért ilyen jók voltatok hozzám, elmondok nektek egy mesét. Én szeretem a mesét. Hallgatunk, öreg apám. Ülj le, papuka. Így könnyebb lesz. Csicseri Borsó országban nagy szomorúság van. Bablencse király kisasszonyt megigézte a Ludvéd. Már 101 esztendeje alszik. A Csicseri király aranyborsóval fizetne annak, aki felébreszti a lányát. Már a fele királyságát is felajánlotta, természetesen Bablencse király kisasszony kezével együtt. Már 77 királyfi próbálkozott, de hiába. A rontást nem tudta megtörni senki. Majd mi felébresztjük. Akkor hát kukorékolok, hogy még a falat, a falai is megrepednek. Kukorékó! Lapszolhatunk! Én leszek a nyoszolólány. Hát, ha annyira akarjátok, menjünk. Próbáljunk szerencsét. Sok szerencsét, fiai! Bátran parancsolok. A jót jutalmazom, a rosszat megbüntetem, ezért tehát méltát ajándékot várom. Én vagyok a tábor legbölcsebb orvosa. Vitéz seregemnek leghűbb gyógyítója. Pedegeket gyógyítok, fáradtokat enyhítek, ezért tehát méltán ajándékot várom. Én tartom nemzetem fénylő zászlaját, vitéz seregemnek dicső lobogóját. Majd meglátom, ki veszi el tőlem. Ha csatában megyek, soha el nem hagyom. Ezért tehát méltán ajándékot várok. Én kis katona vagyok, hazámért harcolok. Fáradtságom még húst, kolbászt és szalonnát várok. Én mit paraszt, szántuk vetek, meleggel aratok, katonaimnak én is tűzzadva takarok. Ha én nem volnék, ők ilyen hallnának. Lavok sovány volna, nem fickándoznának. Csépet, kafát, kaszát, három nyavaját. Éretük hordozom, ezért tehát méltán ajándékot várok. Kedves vitéz urat, én ajándékot adni nem tudok. De megígérjük, hogy a királyok leszünk, felfogadunk benneteket hadseregnek. Úgy van, ti lesztek a hadsereg. No hát akkor ezzel meg is egyeztünk. Úgy van, katonák? Úgy van, igen is úgy van. No hát akkor farsangoljuk. Tovább megyünk, de ha szükségetek van segítségre, csak üzenjetek, és mi jövünk. Rendben van.
De mi legyen a jel? Mi legyen a jel? Ez az ügyes kiskutya három tugasont, és mi akárhol leszünk, meghalljuk. Így jó lesz? Nagyon jó. No hát akkor indulás. És a felkirályságot. Punktum! Szóval igaz, amit az öreg ember mondott. A Ludgate! Na megállj csak, te csúkbó szorkány! Majd rálépek én a pendejedre! Királyok leszünk, csicseri borsót szemezgetünk, és fényes sejem ruhában járunk, mint a Bablence király kisasszony. Halljátok! Micsoda érdekel! Nem tojottak a kasz, figyel a farkas, szegényt hoztunk mi.
kapjuk? Van, van, csak énekeljetek. Kice, vice, villő. Kice, vice, villő. Majd kivisszük, kice, vicét, villő. Majd behozzuk a próbáltam meglesni a boszorkányokat, de az egyik elkapott valami Ludvérsz nevezetű, így megnyújtotta a lábaimat és világgá kergetett. Már 33 esztendeje csak futok. És azóta meg sem állt már egyszer sem, semmiért sem. Soha, egyetlen pillanatra sem. De jó, hogy most legalább egy kicsit megpihenhetek. De ki szabadít meg engem ezektől a szörnyű hosszú lábaktól? Majd én, úgyis régen rágtam csontot. Csúfak és olyan kegyetlenek, hogy még a sárkányok is messzire elkerülik azt a vidéket. Mi akkor is oda megyünk? Pedig én nagyon félek.
Hát nem bánom. Ha ilyen elszántak vagytok, induljatok. Majd én elmondom, merre vezet az út. Árkom, bokrom, vizen éren, gyalogszerrel vagy szekéren. Arra, erre, valamerre, jobbra, balra vagy semerre. Merre minden felhő úszik, béka, kígyó égen csúszik, hol a farkas égbe száll, ürgelikban babolyál. Merre minden patak árac, minden vándor úgy elfárad, hogy az álom elborítja, véget ér a vándor. Menj csak, juhász bolytár, a királylány téged ott vár. Menj csak, hadakozzál, Isten veled, juhász bolytár. Hey, Maria!
szintjét otja, mint te. Kell fel, kapitány! Gyakorlatoztatok keményen, mert rémes nagy háború van rátok. Kukurikú! Kukurikú! Vigyázz! Csodálkozom! Utána! Előre! Thank you.
lett a gyönyörűség? Hát nem tudod. Én vagyok a tünemény. Egyszer gombát szedni mentem az erdőbe, és elcsavarogtam egy kicsit. Aztán meglepett a lúdbérc, és csúf boszorkánnyá változtatva besorozott a hadseregébe. De most újra én vagyok. Jaj, de jó, szép ruhám van. Jaj, de most hol vagyok? Hogyan találok haza? Haza akarok menni. Ne sírjál, mi majd segítünk, mi majd hazavezetünk. Igazán, hazavezettek, milyen jók vagytok. De hát ti kik vagytok? És ki vagy te legény, aki megszabadítottál? Hogyan köszönjem meg jóságodat? Hagyjad! Ne köszönj! Verekedtem egy út! Ő csak az ilyen olyan juhász volt, tehát akit elkergetett a gazdája, mert a lúdvérc megrontotta a legszebbik bárányát. Hagyjad, Barika! Nem fontos a történet. Hát ők kicsodák, és miért olyan szomorúak? Ő a világ legjobb terelőpulja. A másik meg a kiskakas, akinek a legfényesebb hangja van ezen a világon. Csak elveszett a hangjuk. A lúdvérc elvette a hangjukat. Pedig nélkülük nem megyünk semmire. Oda a királyságunk. Megnémultak? Várjatok, én tudok egy varázsigét. Egyszer rőzsét vittem a boszorkányuk katlanja alá. Ott hallottam. Hogy is van? Kincsem, kincsem. Ákom, bákom. Ha levágom, nincsen mákom. Nincsen makka száraz fákon. Ha lerázom, tele zsákom. Lángra lobban a parázs. Szakadjon meg a varázs! Na, varázsoljunk! Gyertek közelebb, meggyógyít benneteket a tünemény. Na, erre kíváncsi leszek. Kezdjük. Kincsem, kincsem, ákom, bákom, ha levágom, nincsen mákom. Nincsen makka száraz fákon, ha lerázom, tele zsákom. Lángra lobban a parázs, szakadjon meg a varázs. De úgy leszem hatásos, ha ti is velem együtt mondjátok. Kincsem, kincsem, ákom, bákom, ha levágom, nincsen mákom. Nincsen makka száraz fákon, ha lerázom, tele zsákom. Lángra lobban a parázs, szakadjon meg a varázs. Nem vagyunk elég erősek, segítség kellene. Jaj, ki segít nekünk? Nincs egy árva lélek se égen, se földön. Mondjuk még egyszer, hát ha akad segítség. Kincsem, kincsem, ákom, bákom, ha levágom, nincsen mákom. Nincsen mag a száraz fákon, ha lerázom, tele zsákom. Lángra lopol a parázs, szakadjon meg a parázs! Legyőz. De minket nem, mert mi olyan bátrak és erősek vagyunk, hogy minket már nem lehet visszatartani. Minket már nem lehet megállítani. Úgy van, megyünk Csicseri Borsó országba és felébresztjük a Bablencse király kisasszony. Semmiféle boszorkány ármádia sem állíthat meg minket. De hát csak így, ennyien, meg puszta kézzel. Van ám nekünk hadseregünk. Hát hol van itt a hadsereg? Buli, a jelet! Jöjjetek meg a tovább!
harci készültségben. Az jó, mert hamarosan olyan haddehad lesz itt, amilyet még a Hári János se tudna elmesélni. Jó, jó, de hol van itt az ellenség? Kivel kell harcolni? Ne búsuljon, Ken! Itt lesz az hamarosan. Én tudok egy mondókát, ha azt a Ludvért meghallja, azonnal itt lesz egész armádiájával. Na mondja! Egyszer volt egy menyecske, sánta púkos vadkecske, kancsal szeme kertbe néz, görbe orra sárga néz. Mondjuk egyszerre! Egyszer volt egy menyecske, sánta púkos vadkecske, kancsal szeme kertbe néz, görbe orra sárga néz.